A forgalom növekedése általános jelenség a légtérben. Nem kivétel ez alól a kisgépesek világa sem. Egyre több légi jármű repül a közeli körzetben, ami az idei nyáron rekordok megdőlését eredményezte. A Hungarokontroll körzeti repülés tájékoztató részlegének vezetőjével beszélgettünk a tapasztalataikról. Az idei évben is ma az a bizonyos emelkedés, forgalom növekedés tovább folytatódott a nyári hónapokban is. Kétszemjegyű emelkedés volt mondható mind a három nyári hónapra. Ebből kiemelném a különösen az augusztus 4-i napot, amikor is a repülés tájékoztató szolgálat munkatársai 814 légjárművet kezeltek. A szakemberek azt érzékelik, hogy átalakultak a kisgépes forgalom sűrűségét befolyásoló tényezők, és ennek eredményeképpen a növekedés kitarthat akár egész évben. Átalakultam a kisgépes forgalom gyakorlatilag gazdasági repülésé, tehát az évszakokhoz kapcsolható forgalom csökkenés vagy növekedés már nem annyira jellemző. Jó vagy rossz időről beszélünk, és az egész évre vonatkozik. Tehát én azt gondolom, hogy ez a bizonyos növekedés tart tovább az év végéig.